Jean Jeffrey szívesen tölt időt az unokáival, legszívesebben pedig a szabadban van. Sokat játszok a gyerekekkel, futkározom velük, nagyon szeretek kint lenni. 2019. decemberében éppen fiának segített költözni, amikor fia kutyája fellökte és az esésben beütötte a hátát. A mozgás egyre nagyobb fájdalmat okozott, de csak másnap jutottam el a vizsgálatra. Csináltak egy röntgent, miután hazaértem, és 3 napon keresztül csak sírtam. A csontkovács diagnózisa szerint Jeannek gerincferdülése volt, a medencéje pedig 35 fokkal kimozdult. Ez eddig nem okozott problémát, de az esést követően minden megváltozott. Már nem tudtam futni a gyerekekkel, aztán egy idő után már a járással is felhagytam. Majd az ülés is túl fájdalmas lett. Nehezemre esett kikelni az ágyból, nem tudtam felülni, egyenesen állni. Folyton oldalra hajoltam. Sokszor csak álltam egy helyben, még el nem múlt a fájdalom. Nem engedhette meg magának a kezeléseket, úgyhogy igyekezett elviselni a fájdalmat. A ház körüli teendők gyötrelmesek voltak, csak karosszékben tudott aludni, mert a fekvés komoly fájdalmat okozott. Nem keseredek el, vagy esek depresszióba túl könnyen, de olyan volt, mintha itt vége lett volna az életemnek. Tanácstalan voltam. És hiába szedtem a gyógyszeremet, az nem tudott meggyógyítani. A fájdalmat ugyan enyhíti, de az okát nem szünteti meg. Bár istenfélő asszonyként gyakran imádkozik másokért, elfogadta, hogy a fájdalom az öregedés velejárója. Eszembe se jutott, hogy gyógyulásért imádkozzak. Sokkal inkább azt kértem, hogy Isten adjon erőt napról napra. A hetekből hónapok lettek, de nem történt változás, és Jane egyre depressziósabb lett. Nem csak fizikailag, hanem érzelmileg is lebénított. Teljesen elkeseredtem. Úgy éreztem, hogy senki sem tud segíteni rajtam. 2020 májusában a 700-as klub adására kapcsolt, hogy egy kis felüdülést nyerjen. A 700-as klub mindig segített, hogy jobban érezzem magam. Különösen azt szeretem, amikor imádkoznak, hiszen én is sokakért járok közben. Istennek viszont más terve volt aznap. Valakinek nagyon fáj a gerince. Isten most meggyógyítja, egyszerűen helyreállítja. Már annyi ideje küzd vele, hogy eszébe se jutott imádkozni érte. De Isten ma meggyógyítja a gerincét, és tudni fogja, önről van szó. Elfogadom, átveszem a gyógyulást. És ahogy ott ültem, a fájdalom egyszerűen távozott a testemből. Nagyon erős volt előtte, de távozott. És én ott ültem csendben, olyan hálás voltam, hogy Isten hallja az imáimat. Jane elkezdte mozgatni a nyakát, majd a hátát, és semmi fájdalmat nem érzett. Aztán felállt a székből, és elkezdett járkálni, fájdalom nélkül. Teljesen megdöbbentem, mert nem kértem Istent, hogy gyógyítson meg. Csak annyit kértem, hogy segítsen át a napon. Úgyhogy amikor teljesen fel tudtam egyenesedni, és bementem a konyhába anélkül, hogy az ajtófélfába kellett volna kapaszkodnom, és nem kellett tartanom attól, hogy megszédülök, az egyszerűen mennyei volt. Magamon kívül voltam. Jeannek azóta sincs gondja a hátával, és visszanyerte korábbi aktív önmagát. Élvezi az életet és annak minden örömét. Újra boldog vagyok, kijárok a szabadba. Ismét szeretek felkelni reggelenként, és amikor felkelek, mindig megköszönöm Istennek, hogy felsegít. Hát nem csodálatos? Nem nagyszerű? Legszívesebben pedig arról mesél, a gyógyulása hogyan változtatta meg az imáit. Ha azt várjuk, hogy úgy kelljen élnünk, ahogy mi előrevetítjük, azt mondjuk Istennek, ha ez a te akaratod. De nem tudsz bőségben élni, ha fájdalmak között verkődsz depressziósan. Úgyhogy változtattam ezen, és most már így imádkozom. Tudom, hogy a te akaratod, hogy egészséges, erős, kitartó és érzelmileg kiegyensúlyozott legyek. Keresztényként magunk előtt kell látnunk a gyógyulást, a bővölködést. Azt, amiért imádkozunk, és úgy kell élnünk, hogy azt már megnyertük. Úgy kell élnünk, hogy Isten gyógyítását már ott a kereszten átvettük.